Mennyi atyám, a názeti Jézus Krisztus hatalmas nevében dicsőséget és hálát adok neked, hogy a szeretet fiadat, a Krisztust, a Mesiást elküldted a világba az időknek a teljességekor, és természetes emberi életet ajándékoztál neki, és ő emberé lett, és egészen a Golgotai keresztfának az áldozatáig tökéletesen engedelmeskedett neked, és ezért őt felmagasztaltad, és úrrá tetted a kezeid munkája fölé. Köszönjük neked, Uram, hogy ő általa is ő benne nyitottad meg az örök életre és a menny felé vezető utat. Aki a mi főpapunk, aki a tulajdon vérétvel ment föl az igazi szentek szentjébe, és megjelent az atya dicsősége előtt, és az ő áldozatát elfogadta az atya, és hiszük, hogy az ő vérébe vetett hit által igazulunk meg, és ez által ismerhetjük meg Istennek az igazságát, amely szabaddá teszt bennünket a bűnnek, az uralmától, és által vitt bennünket a sötétségnek a hatalmából, az Istenek az országába. Köszönjük neki, a Jézus Krisztus, hogy folytatod a főpapi szolgálatodat. Közben járó szolgálatodat. Szent szellemben való alámerítkezéseket, és mai napon is nyitott szívvel és lélekkel állunk előtted, hogy kérünk Téged, Uram, hogy érints meg bennünket a szent szellemnek a jelenlétével, erejével, és rombor le az ellenségnek minden munkáját, és élveníts meg bennünket, ahogy megígérted, Uram, hogy a Test ugyan nem használ semmit, de a Szellem az, amely elevenít. És köszönjük neked, hogy az új szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata, amely sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak és a kárhoztatásnak a szolgálata. Köszönjük, Uram, a Golgotai kereszt áldozatodnak és föltámadásodnak a győzelmét, amit arattál a fejedelemségek hatalmasságok fölött. Köszönjük, Uram, hogy győzelemre hívtál el bennünket, és mai napon is kérlek, Uram, hogy a te kezedet és természetlőti erődet, gyógyító és szabadító erődet hozd meg mindazokkal, akik szükségben vannak. Szabadíts meg azokat, akiket gyötörnek, gonosz sátáni erők, és rombold le az életükben, Uram, a fájdalmakat, rombold le a betegségeket és adj nekik a testüknek gyógyulást a názati Jézus Krisztus hatalmas nevében. És könyörgünk hozzád, Uram, hogy szabadíts meg bennünket, szabadíts meg ezt az országot, sőt egész világot a koronavírus járványtól. Adjál, Uram, győzelmet ett felett a názati Jézus Krisztus dicsőséges nevében. A le, kérünk téged, azokat a romboló, pusztító, sötét erőket, amely az embereket akadályozza abban, hogy megismerjenek tégedet és Isten igéje alapján élszolgáljanak tégedet és éljenek a te dicsőségedre. Áld meg Budapestet, áld meg Magyarországot, áld meg a Kárpát-medencei magyarságot, és töltsd be a szellemi, lelki, fizikai szükségeket túlcsorduló módon, és szabadíts meg őket, Uram, minden a bűnnek a kötelékeiből, és adj nekik új életet, új természetet, ismeretet te veled, találkozást te veled. A názati Jézus nevé, dicső is meg bennük, most is, mindörökké a názati Jézus hatalmas nevében. Amen. A mai témánk továbbra is a Mesiásnak a királysága. Ugyan gyakran felvetődhet, és fel is teszik a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy az új szövetségben a látható királyságról nincs olyan részletes kijelentés, mint a például az ószövetségben. De először is erre szeretnék emlékeztetni benneteket, illetve erre a kérdésre a választ, amely a Máté Evangélium 5. fejezetének a 17. verszakában található, a hegyi beszédnek egy nagyon fontos kijelentése és ebből a részből csak egyetlen egy verszakot, illetve kijelentést akarok ö, ö, felolvasni, amely így szól a názati Jézus Krisztus mondta, és örökérvényű beszéd, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak az eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Amen tehát Jézus Krisztus a törvénynek és a profétáknak az érvényességét erősíti meg, és akik olvassák, és erre szeretnék mindenkit buzdítani, hogy a teljes írás fel nem bontható, tehát a törvényt is és a profétákat is olvasni kell, tanulmányozni kell, és ebben található igéket pedig hirdetni kell és akár az Izajás profétára, ha gondolunk, vagy Ezékiel profétára, de többi profétát is, például az Akariást is ki kell, hogy emeljük Jeremiással ez, Ezékiel mellett, ők nagyon nagy hangsúlyt tettek, és hát persze Dávid királynak a Zsoltáraira is felhívva a figyelmet, egyértelműen, hogy beszéltek a mesiás látható királyságáról. Tehát, hogyha az Ószövetségben van a részletes kijelentés a látható királyságról, akkor egyértelműen az Új Szövetség erről bizonyságot tett, hogy a názati Jézus Krisztus Golgotai kereszt áldozata és föltámadása által sem veszítette el az érvényességét, továbbra is érvényben van, de továbbra is ez szerepel Istennek a programjában. Tehát ezért nem szabad, hogy engedjétek magatokat elbizonytalanítani, mert az Istennek a beszéde, ahogy mondtam, elsősorban Krisztusból származik, Krisztus nyilatkoztatta ki az atyát, és Krisztus beszélt a profétákon keresztül, és amikor, miután megtestesült a Názati Jézusban, Szűzmárián keresztül, akkor közvetlenül a földön való tartozkodásán keresztül hirdette az Isten országának az evangéliumát. De az első eljövetelekor Nyilvánvalóan a feladatköre más volt, és a második eljövetelekor szintén más lesz az eljövetele a feladatköre. És pontosan azt hangsúlyoztuk az előző adásokkor összevet online Isten hogy a második visszövetele, illetve utána fognak, fog megtörténni a látható királyságának a fölállítása. És ez központi kérdés, tehát továbbra is Istennek a tervében. Ráadásul, amiért ma nagyon fontos, hogy ez a, a zsidóságnak és a kereszténységnek is a közös reménysége. Honnét fakad ez a közös reménység? A válaszunk Isten és Dávid, Dávid királlyal kötött szövetségből, aki a, 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 megadta az ígéreteket a királyságra és a királyra vonatkozóan is. És természetesen ennek semmi köze nincs úgymond ahhoz a kijelentéshez, hogy a törvény, mintha nem lenne érvényes, vagy némelyek próbálják hamisan értelmezni a törvényt. Ez természetesen olyan ígéret, ami örök érvényű, és egészen biztos, hogy be fog teljesedni, mert erről már beszéltünk, hogy az új szövetség is bizonyságot tett. És Jézus Krisztus királyként nyilatkoztatta ki magát egyébként akkor is, amikor Jeruzsálembe bevonult, Szamár háton ülve, de a nagy különbség a második eljövetelekor, hogy nem Szamár hátán jön vissza, hanem fehér lovon fog ülni, és ez is a hódítást és a harcot fogja jelképezni, már a közlekedési lény, amilyen rajta lesz. Tehát éppen ezért a királysággal kapcsolatosan még egy rövid megjegyzést hadd mondjak. Tudom, hogy nem népszerű, és sokan nem szeretik hallgatni a királyságot, mint kormányzási formát. De meg kell érteni annak ellenére, hogy Isten egyértelművé tette Sámuel profit számára, hogy a királyság, mint kormányzási forma, a igazságtalan. Különösen abban az esetben, hogyha az Isten ellen lázadó ember a király. De a názati Jézus Krisztus az egy tökéletes ember és tökéletes Isten, és is. egyszerre az ember és az Istenek a természetének a teljesége van benne egységben, egy személyben. És ő jó király és a királysága is jó lesz. És pontosan a Biblia arról tesz, főleg az Ószövetség nagyon sok olyan proféciát tartalmaz, amely világosá teszi, hogy az emberiség számára a boldogság, a jólét, a harmónia és minden jó ami és érték elérhető akkor lesz, amikor a názati Jézus Krisztus lesz a Földön a király. És éppen ezért nem csupán egy valásos fanatizmusból beszélünk, egyébként nem vagyunk fanatikusok a názati Jézus Krisztus királyságára vonatkozóan, hanem pontosan az emberiség számára kívánjuk azt a csodálatos jövőt, csodálatos korszakot, jólétet, igazságosságot, igazságban, igazságosságban és jogszerűen való kormányzást, vezetést, amit pontosan a proféták jelentettek ki a názati Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Tehát ezt várjuk és a názati Jézus Krisztus is igenis beszélt, utalásokat tett, de ahogy mondom, ugye az egész Bibliának egyébként a stílusa nem egy szájbarágó, hanem tömör, velős. És a názati Jézus Krisztus, ha megerősítette, hogy a profétáknak is, ezen belül a messiási proféciáknak is, a második visszajövetelére vonatkozó proféciák érvénybe vannak, sőt nem csak azt mondta, hogy érvényben vannak, hogy neki kell betölteni. Ami, ami azt jelenti tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezekre figyeljünk és várjuk ezeknek a proféciáknak beteljesedését, mert ebből a várakozásból származik az a közös reménység, ami most különösen nagyon erőteljesen jelen van a keresztény világban is, a zsidóságban is, és azt gondolom, hogy ezen a területen egyre inkább közeledik a, a zsidóságnak is a reménysége, és a kereszténységnek is a, 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 a reménysége. Miért? Mert közös forrásból származik, és ez a közös forrás újra ismétlen, Istennek, Dáviddal kötött szövetsége. És Jézus Kisztus, ugye beszéltünk az adásból, csak összefoglalóképpen, utalásképpen szeretnék er, e, e, utalni erre, hogy Jézus Krisztus a földi szolgálatában, különösen a végén a Jeruzsálemtől való bucsú beszédében, a Jeruzsálemtől elbúcsúzott Jézus. És itt nagyon fontos kijelentést mondott, és ez, a három, ez a, ezek a rövid proféciák három korszakra vonatkozik. Na. az első ilyen korszak, az elvetett király, hogy el, eljött, hogy összegyűjtse, mint lyuk, a csibéét, de ő Jeruzsálem nem akarta. Tehát a Szomár háton Jeruzsálembe bevonuló királyt elvetette. Ez az elvetett királyság, király korszaka. Utána jön a diaszpora korszaka, hogy Jézus profétálta, hogy a házatok és a földetek elhagyatott lesz pusztulásnak és a háborúságoknak, az időszaka fog ezután következni. Azt gondolom, hogy ki, azok is, akik csak némi ismeretekkel rendelkeznek, akár az Eresznek, tehát a Szentföldnek, Jeruzsálemnek a történetéről, egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy a mai napig Jeruzsálem falain belül nincs békesség, nincs nyugalom. Hát most is ugye a világpolitikának egy központi kérdése. Jeruzsálem státusza, és ez még néhány évig ez a probléma fenn fog maradni. Tehát éppen ezért, de viszont már, mivel hogy a modern zsidó állam létezik, és látjuk, hogy egyáltalán már kérdés lett az, hogy vissza kell-e szolgáltatni az eredeti tulajdonosnak, tehát az eredeti tulajdonos igényt tart továbbra is a Jeruzsálem birtokba vételére, nagyon helyesen és ezt Biblia alapján, és az üvtörténelem alapján ezt alá lehet támasztani, de nyilvánvalóan a világ ezt nem akarja tudomásul venni, vagy a világnak jelentős része nem akarja tudomásul venni, és ezzel kapcsolatosan fönnáll egy konfliktus helyzet, de ez a konfliktus helyzet az elmúlt 2000 évnek a végkifejlete. Ezt nagyon fontos figyelembe venni, hogy éppen ezért lesz ebből kibontakozás, és nyilvánvalóan Istenek a természetfölti beavatkozásának a következtében fog megtörténni az a kibontakozás, amely végül is a profíciáknak a beteljesedését jelenti. És itt már elérkeztünk a harmadik időszakhoz, amikor az elvetett királyt áldani fogja Izrael, áldani fogja Jeruzsálem, és azt fogják mondani áldott, ki az Úr nevébe jő. Ez a korszak természetesen, erről beszélünk, ugye már több, elő, több online Isten tiszteletünkön, hogy egy látható királyságban, mesiási királyságban fog megvalósulni. Ezen kívül ugye utaltam arra, hogy a a Úrbacsorának is, sőt a Pészáknak is a végcélja, mert sok cél van ezzel kapcsolatosan Istennek a pészágbacsorával is, Úrbacsorával is, de a végcélja a Názati Jézus Kézusnak a földi eljövetelében valósul meg, illetve az korszakban, amikor fizikailag is jelen lesz itt a Földön, és az Egyháznak is, valamint az Izraelnek is és a nemzeteknek is, valóságos, tehát fizikai közösségük is lesz a mesiással. Itt a nem szabad elfelejteni a maradék elvet, de hát erre most nincs időnk, hogy ezt részletesen kifejtsük. Tehát ugyanakkor talá látunk más kielentéseket és utalásokat is, hogy a, a látható királyság meg fog történni. Tehát, Például a, a tanítványok az apostolokkal kapcsolatosan Jézus Krisztus kijelenti, hogy a, a visszövetele után az apostolok be fognak ülni a 12 királyi székben, és fogják ítélni, igazgatni a Izraelnek a 12 törzsét. Tehát ez is elképzelhetetlen, hogy ne egy földi királyságba történjen meg. És a következő igéhez szeretném, hogyha lapoznának, lapoznátok velem együtt, az apostol első fejezete amely nagyon nagy horderejű kijelentést tartalmaz, gyakran ilyen zárójeles kijelentésnek vesszük az első fejezetben, nem, bár, bocsánat, én fontosnak tartom, de azért látom sokszor, hogy ilyen zárójeles leírásnak veszik, pedig rendkívül fontos kijelentést tartalmaz, például a harmadik verszak akiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 nap át megjelenvé nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. Tehát csak te, kessék elképzelni, hogy a názáti Jézus Krisztus halála, ugye föltámadása nem akármilyen esemény volt, és rendkívül sok ö, ö, dolgot tudott volna názáti Jézus Krisztus ezzel kapcsolatosan elmondani de látjuk, hogy a fő üzenete a föltámadás után, és ez nagyon is alátámasza az Isten országára, vagy Isten királyságára pontosan az eredeti kifejezésre tartozott dolgoknak a megismerésének a fontosságát. Hogy a föltámadás után a názati Jézus Krisztus ezt a 40 napot, amíg a mennybe elég itt volt a tanítványokkal, az Isten királyságának, az igazságaira tanította őket. Ez rendkívül fontos és nagyon elgondolkoztató, hogy azonnal beszélt Jézus Krisztus mindazokról, nyilvánvalóan, amelyekről a proféták szóltak a, a, és világosá tették az Isten Királyságának a különböző korszakait, ezzel kapcsolatos következményeket, hogy milyen változások állnak be, nem csak az emberek életébe, Izrael életébe, egyház életébe, nemzetek maradékának az életében, hanem az egész teremtett világba is, tehát az egész univerzumba is. És nem véletlenül. Tehát nem volt ostoba, ö, 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 ostoba a kérdése a tanítványoknak, amikor nézzük meg a hatodik versakot, tehát hogy ezzel ö, ez volt a fő téma, az Isten országára tartozó dolgok. Tehát egyáltalán nem voltak, buták, amikor föltették a kérdést Jézus Krisztusnak, hatodik verszakot olvasom, hogy mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod a -e helyre a királyságot Izraelnek. Erre a válasz. Mondja pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, amelyeket az atya hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek után a Szent Szellem eljön, reátok. Lesznek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában, és a Földnek mind végső határáig." Hagyományosan ezt a ige szakaszt úgy értelmezték, mintha tanítványok materialisták lettek volna, és egy nagyon materialista földi királyságra kérdeztek volna rá. Nem hiszem, hogy erről lett volna szó. Nagyon is megértették, és Jézus is erről beszélt hogy földi királyságról is, és egy örökkévaló királyságról is beszélt, egészen biztos. Bár nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondott a tanítványoknak, kár, hogy nem voltam ott, de hát biztos vagyok benne, hogy a Szent Szellem elvezet bennünket minden igazságra, és eszünkbe juttatja azt, amit Jézus Krisztus mondott az apostoloknak, még akkor is, hogyha ott nem voltunk. Tehát, de viszont a tanítványoknak ezzel kapcsolatosan volt egy kérdés, hogy most ez feltámadása után a Jézus nekiáll a Izraelbe, a Isten királyságának a helyreállítására? Most fogod? A most, tehát, hogy ez a korszak jön most közvetlenül? A látható királyság? És erre Jézus mit mondott? Az atyára hivatkozott, Időket, alkalmakat, legalábbis a Károli, Károli gáspár fordításban ez szerepel, de eredetiben kronos szerepel, a másik kifejezés pedig, pedig kairosz. Az egyik ugye az időnek a fizikai mennyiségét jelenti, a másik a kijelölt időt, és a kijelölt időnek, a idő alatt azt is kell érteni, hogy amikor Isten a kegyelmét nagyobb mértékben közvetíti, tehát azok a kielőtt idők Istennek a bevatkozására vonatkoznak, hogy az Isten naptárába, mint a vezetőknek a naptárába, meg elfoglalt emberek naptárába előbere be van írva, hogy milyen tárgyalásra, milyen eseményen kell részt venni, tehát az atyának is van menetrendje, és ebben a, ez a menetrend az egész eh, eh, időtartam, az Kronosz, a, a fizika idő, és ebből ő kijelölt magának olyan időket, olyan kairoszokat, kijelölt időpontokat, ahol ő eh, megváltoztatja a dolgokat. Az időnek más tartalma van, nem csak fizikai, hanem spirituális fölötti, mert többnyire a kinyelölt időben kapcsolódik a fizikai idő az örökkévalósággal. Pontosabban az örökkévalóság akkor hatol be az időbe, és jelenik meg az örökkévaló halhatatlan valóság, és ilyen például az Istennek a királysága. Miért tették föl a tanítványok? ezt a kérdést, azért tették föl, mert nyilvánvalóan teljes mértékben tisztába voltak Isten és Dávid király kötött szövetséggel. Mielőtt foglalkoznák röviden a, a, a ezzel a szövetséggel, hogy milyen ígéreteket adott Isten Dávid királynak, előtte még hat szögezzem le, hogy a názáti Jézus Krisztus nem száfolta a kérdésnek a jogosságát, hanem az időpontra utalt, hogy ez most nem aktuális idő. Nem erre van kijelölve az idő, és egyébként is az Atya maga hatalmába helyezte az időt, és most Jézus azt jelentette ki, ez volt az ő feladata, erre bízta meg az Atyát, hogy jelentse ki, hogy a pünköst, a Szent Éleknek a korszaka indul el. A, ez, a, ez is káros természetesen, a szent éleknek az időszaka, a szent éleknek a kitörtése jön el a názati Jézus Krisztusba hívő számára életében, akiknek ezután az lesz a feladatuk, hogy a korszakban minden nemzetben tanúskodjanak a názati Jézus Krisztus mellett. Miről? Az engesztelő áldozatáról, föltámadásáról, megdicsőüléséről és a visszajöveteléről is beszéljenek az embereknek elnézést. Most pedig kérlek benneteket, hogy velem együtt nézzük meg, hogy mit is tartalmaz Istennek a Dávid királlyal kötött szövetsége, mert ennélkül, hogy mondjam, gyökértelen a látható királyságnak a a, a víziója, a reménysége, mert Isten mindig az ígéreteinek megfelelően cselekszik, tehát mielőtt valamit cselekedne, előtte ígéretet tesz arra az általa kiválasztott személyeknek. És gyakran a szövetségeknek a részét képezi az ígéretek, és a Dávid királyal kötött szövetségre nagyon fontos figyelni ebben az időben, és itt olvassuk a 2. Sámuel 7-es fejezetének a 8. verszakától, fogom felolvasni Istenek az igéjét. Az előzmény az, hogy ez a szent ember, ez a Dávid király, akinek, akinek, már volt palotája, nagyon nyugtalan lett, hogy azt mondta, ez így nincs rendben, hogy ő egy drága palotába él, az Istennek a ládája, a sátora, ami ugye a mesiásnak a előképe, az, az, meg egy sátorban van. És szereted volna a, egy méltó, az Isten dicsőségének a jelenlétéhez méltó házat építeni. De Isten elküldte az ő emberét, mártán profétát, is, azt mondta neki, hogy, hogy nem, neked kell ezt megtenned, de nagyon értékelte Isten, hogy ilyen szíve van Dávidnak, hogy nem a saját maga dicsőségét helyezte az Isten ügye elé, hanem az Isten ügyét helyezte a saját dolgai elé. Ez egy nagyon fontos alapelv, akik azt szeretnék, hogy Isten fölemelje őket, hogy a legfontosabb az Isten ügyének a szolgálata, és Isten ügye fölemeli az embernek a személyes ügyét. És mindig az ügy, ez az isteni ügy nagyobb, mindig a szolgáknál de viszont ez adja meg a tartóságot és az áldást és a védelmet az Isten szolgái számára. És nézzük meg, milyen kijelentést adott Isten Dávid királynak. Ugye nyolcadik fel, gyorsan elmondom egyből is, hogy ki a kijelentések kikre vonatkoznak. Most azért azt mond az én szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak ki téged a kunyhóból a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, Izrael fölött, és veled voltam mindenütt, valahová mentél, kiirtottam minden ellenségeidet előtted, és nagy hírnevet szereztem neked, és mint a nagyoknak hírneve, akik a földön vannak. Helyet is szerzék az én népemnek, Izraelnek is ott elplántálám őt, lakozék, az ő helyében és többé helyéből ki nem mozdítatik, nem fogják többé álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annak előtte. Attól a naptól fogva, hogy birákat rendeltem az én népem fel, Izrael felett, békességet szereztem tehát neked minden ellenségeitől, és megmondotta neked az Úr, hogy házat csinál neked az Úr. Mikor pedig a te napjaid betelnek, elalszol a te atyáiddal, feltámasztom utánod a te magodat, amely ágyékodból származik, és megerősítem a királyságát." Itt álljunk meg, aztán majd fogom folytatni. Tehát gyakorlatilag összefoglalja Dávidnak az élet történetét, hogy nagyon mélyről emelte ki Isten, Persze nem bűnben élt Dávid, szeretném hangsúlyozni, csak egy megvetett állapotban volt a családjába is, Izaj családjába is, és innét emelte fel Isten szuverén döntése alapján. És erről ugye a Sámuel könyvében olvashatunk, nagyon szinte olyan teredelmes, hosszúságú fejezetek foglalkoznak Dávid királlyal, mint a názati Jézus Krisztusnak a szolgálatával. Nagyon, éppen ezért nagyon fontos a Dávid királynak a szerepe, és egyben az eszkatológiai jelentősége is. De már a tizedik fejezetben, vagy verszakban találunk egy olyan kielentést, ami nem teljesedett be Dávid királynak az életében, hogy helyet szerzek az én népemnek, Izraelnek, elplántál a lakozik a helyében, és több helyéből ki nem, eh, ki nem mozdítatik, és nem fogják többé álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annak előtte. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy annak ellenére, hogy Dávid királynak az uralkodása idején Izrael stabil államként funkcionált, de utána destabilizálódott, és természetesen el kimozdították a helyéről, ez a fogság, és itt egyértelműen tehát, és utána jöttek az álnokságnak a fiai, tehát a világbirodalmaknak a uralma a négy világbirodalomra út kell utalni, azok nyomorgatták Izrael fiait, a ennek még az utóhatása, tart, sőt, még lesz egy utolsó nagy nyomorgatás is, háborúságnak a ideje Jákobban, tehát erre utal itt Istennek az igéje, és arra utal, hogy mindezekből Izrael meg fog szabadulni, és visszamegy a helyébe, hol az atyáiknak a földjére, és többet nem fog állni a pogány világbirodalmaknak az elnyomása sanyarúsága alatt. Sanyarúsága gában, tehát nem fogják sanyargatni Izraelnek a fiait. Tehát ez egyértelműen mi egy földi királyságot tételez fel, Izraelnek egy olyan jövőbeli boldog állapotára utal, amely a történelemben soha nem teljesedett be, és most azért van reménységünk, hogy ezenre, az irányvonalra rálépett a, a zsidó állam és a zsidóság, Akár ezzel tisztában vannak, akár nem, ez Istennek a keze rajtuk, és elindult Isten céljának megfelelően a helyreállításnak a programja, annak ellenére, hogy természetesen lesznek még törésvonalak, illetve háborúságok és nagyon éles. Katak konfliktusok, kataklizmák még előfordulhatnak a jövőben. De látjuk már a végét, hogy Isten Izraelt meg fogja szabadítani és se Jeruzsálemből, se Szamariából, se Judeából, se Galileából, tehát azokról a helyekről, amit Isten Ábrahámnak megígért, többet soha nem fogják előzni, nem lesz többet számüzetés és nem fogják sanyargatni, nyomorgatni az álnokságnak, a gonoszságnak a fiai. És ugye elmondja, azzal fejeztük be, hogy megmondja, világossá tette Isten, Dávidnak, hogy betelnek a napeit, és elalszol, tehát, hogy ezek, amit mond proféciaként, ígéreteken, az nem az ő életében fog megvalósulni. A, az, a 12. versszaknak a vége, hogy feltámasztom utána a te magodat, amely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ez nyilvánvalóan Salamon királyra vonatkozik, és Salamon királysága ez beteljesítette. A 13. verszak. Ő fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának a tronját mindörökké. Ez már egy nagyon fontos kijelentés, az első a mondat első része az dualista profécia, Salamon épített templomot az úr nevének, de igazából ő előképe a messiás ház építésének. És éppen ezért az úr fog a házat építeni, tehát úr fogja alapítani és megörösíteni, a jelenlétét, a dicsőség, Isten jelenlétét, Istennek a dicsőségét Izraelben, és utána a királyság trónját mindörökké megerősíti. Itt tehát nem Salamonra vonatkozik, hanem a trónra vonatkozik, ami megerősödik, mert a Salamon trónja ki, melyik kinek a trónjával azonos? A Dávid trónjával. Mert a, a Dávid trónján ülnek ugye a Dávidnak a leszármazottai, tehát az a, azt felhívom a figyelmet, hogy Judeában csak egy dinasztia uralkodott egészen a babiloni fogságig. A Izraelben azonban több dinasztia uralkodott, tehát Isten a, 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 a tront, amíg a Juda volt, a Dávid házából származó embereknek adta, ők foglalták el a helyüket. De itt nyilvánvalóan, a trónnak a megerősítéséről van szó, hogy ez fönn fog maradni. Tehát ez éppenséggel a mai napra is vonatkozik ez az ígéret, hogy ez a trón megvan, de üres, de viszont a jövőben nyilvánvalóan, hogy ezt a trónt a Dávidnak a fia el fogja foglalni. 14. verszak. Én a neki az atya, ő lesz nekem fiam. Ez a kielentésnek az első szakasza nyilvánvalóan a názati Jézus Krisztusra vonatkozik, és az első eljövetelekor beteljesedett. Ami a második mondata az a, Dávid király, illetve Salamon királyra vonatkozik, hogy aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vasveszővel, emberek fiainak a büntetésével nyilván részben a, a, ő nem cselekedett Jézus Krisztus gonoszt, ártatlan büntelen volt, de mivel hogy bűnétette Isten őt, ezért a bűn miatt az Istennek a haragja lesújtott rá, és a büntetésünket hordozta, békességünk büntetése ő rajta van. 15. versszak, Mindazáltal irgalmasságom nem vonom meg tőle, miképpen megvonám Saultól, akit kivágjék előttet. Itt nyilvánvalóan a Dávidnak a, a, azokra a leszármazottaira vonatkozik, akik lázadóak Isten, Isten ellen, és a lázadásuk sem teszik érvénytelenni a Dáviddal kötött szövetséget. Tehát újra elmondom, a 15. verszak azt tartalmazza, hogy a Dávid leszármazott a királyok. Ugye Jeremiás könyve nagyon is bemutatja, hogy a Judea utolsó királyai milyen álnokok voltak, gonoszok voltak, de ezékiás, élve proféta is ad erről kijelentéseket. Tehát annak ellenére, hogy ők föllázadtak Isten ellen, megszekték az Isten való szövetséget. Ennek ellenére a Dávid házával kötött szövetség érvényben maradt. Ez világosá tette, tehát Dávidnak az úr. És nézzük meg a 16. versszakot. Állandó lészen a te házat, a te országot, vagyis itt, itt a királyságról van szó, a birodalomról, urodalomról, királyság, az, az, eredeti kifejezésnek az első számú jelentése az a királyság. Tehát a Dávid királyságáról van szó, hogy mindörökké tiéd lesz, és a trónod erős lesz mindörökké, és ugye ez az, ami a jövőben fog beteljesedni, és ez nem teljesedett be és a názati Jézus Krisztus volt az egyetlen egy olyan király, aki a babiloni fogság után meg lett koronázva a Földön, tövis koronával. Bármennyire is gunnak szánták, mégis ez nagy jelentőséggel bír, és ráadásul utána még a keresztpára föl is írták, hogy názáreti Jézus a zsidók királya, latinul, héberül és görögül is fölírták, tehát ilyen módon a Krisztusnak az uralkodásának az egyetemességét írtak, irattatta ki Pilátus, maga sem tudta véleményem szerint, hogy mit cselekszik, a katonákról ugyanezt el lehet mondani, akik tövis koronát helyeztek rá, de itt tehát nyilván a tövis koronával való megkoronázása, az azért, volt font, azért nagyon fontos, mert az elvetett király, hogy miért lett elvetett a mi bűneink miatt, a bűneinknek a következményeit helyezte rá, átkokat, szegénységet, nyomorúságot. Ugye tövés is a Bibliában az átkozott földet jelképezi, amikor, miután Ádám és Éva bűnbeestek, utána a föld átok alá került, és ezt az átkot jelképezte, hogy a, a, királynak, a mesiás királynak az első eljövetelekor az el kell hordoznia a bűneinknek a büntetését, és beleértve értve az átkot is, és ebben a hordozásban is ő király maradt, ő már király. És, és nem véletlenül, hogy a babaloni fogság után soha nem volt Izrael illetve Judeának királya ugyan Zorobábel Dávid házából származott, de nem koronázták meg nagyon bölcsen, mert olyan istenfélő emberek voltak, Dániel, Nehémiás, Ezrás, akik nagyon járatossak voltak Isten beszédével, és tudták nagyon, nagyon nagy lázadást lenne a részükről, hogyha a a, a Zorobábelt meg koronáznák, és ezért várták, hagyták üresen, mint illésnek a a trónszékét, vagy a székét, a zsidó tradíció szerint a mesiás székét is üresre hagyták, hogy majd hogy eljön a mesiás, akkor a Dávid trónját el fogja foglalni. És nyilvánvalóan Jézus Kizos korában a Herodás család az egy trombitorló volt, és ezért az Isten félő zsidók ezt a trombitorlását nem fogadták el. Többnyire talán ez is szerepet játszott a Herodás paranoiájában a zsidók gyűlöletének, hogy látta, hogy akármit is csinál a zsidókkal, ők nem hajlandóak törvényes királynak elfogadni fölöttük, és ez nagyon helyes volt. Visszatérve, hogy most Jézus Krisztus hogyan lett Dávid, király, Dávid fia, ugye ez nagyon fontos. Ugye a Mária az a, a Dávid egyik fiától származik, a Nátántól. Ez a Lukács evangélium, ha jól emlékszek, igen, a Lukács evangélium tartalmazza, viszont József közvetlenül Salamonnak a leszármazottja, az pedig a Márk, Máté evangéliumban található családfa tartalmazza. Tehát a názati Jézus Krisztus, a Dávid fia, teljes mértékben megfelel a bibliai követelményeknek, de aki tehát a földi életében az első eljövetelekkor ugyan megváltóként, szenvedő szolgaként jött el, megalázta magát egészen a keresztfa haláláig, de ez ne szabad, hogy megtéveszem némelyek embereket, keresztényeket ez nem azt jelenti, hogy a názati Jézus Krisztus nem rendelkezik teljhatalommal, illetve nem él a királyi hatalmával, és nem fog uralkodni a Földön. Mert ha ezt feltételezik, és sajnálatos mondom a történelm során, ezt feltételezték különösen a helyettesítési teológiának a következtében, és ennek lett a következménye, hogy Izrael kizárták, a zsidóság, Izraelnek a a, a szabadulását, üdvösségét, csak akkor ö, ö, o, olyan, a nemzeti közösségen egyáltalán ezt elutasította a hagyományos teológia, csak az egyházhoz való csatlakozás által lehet egy zsidó embernek üdvössége, tehát csak így képzelték el. És ugye látjuk, hogy Istennek azért a programja egészen más. És ilyen módon tehát látjuk, hogy Izrael, illetve Jézus Krisztusnak a királysága az Ószövetségben is földi királyságnak is vették, mennyei királyságnak is természetesen, és nem tudunk olyan cáflatot találni az Új Szövetségben, amely miatt ezt az asztalról le lehetne söpörni. Maga a Dávid király is, amikor ezeket a kijelentéseket, vagyis szövetségkötést megkapta, Istentől kijelentés által, ő elkezdett imádkozni, és most nincs időnk elolvasni a 2. Samuel 7. fejezet utolsó szakaszában Dávidnak a, a, a imáját. Egyértelmű ebből az imából, hogy Dávid király egy földi királyságnak értelmezte, hogy a magja lesz a messiás, és a messiás uralkodni fog, az ő népe fölött, és ne felejtsük, Dávid elsősorban Izrael-centrikusan gondolkodott, nem egyetemes módon, és ezért ő elsősorban úgy értelmezte, hogy Izrael számára, a Királyság, az Istenek a királysága el fog jönni. Nos, a tanítványok ezel voltak tisztában, és ezért a kérdésük egyáltalán nem volt felesleges vagy helytelen, hanem nagyon is helyes volt a kérdés hogy mikor fog ez megtörténni, de erre tehát nem kaptak választ közvetlenül Názáti Jézus Krisztustól, hanem az, az, arra utalt Jézus Krisztus, hogy most a nemzetek evangélizálása fog következni, aminek a lényege a Názáti Jézus Krisztus halála és föltámadása melletti bizonyságtevés. Tehát éppen ezért meg kell érteni mindig az Istenek az üv tervét és üv történelmét, csak akkor tudjuk majd a személyükre vonatkozó proféciákat vagy kielentéseket vagy, e, e, megérteni, illetve a mi helyünket megtalálni az Istenek a munkájában, mert másképpen szerep zavarba kerülhetünk. És ezt látjuk a, a több helyen is, a Bibliában, akár a 89. zsoltárban is, ha odalapozunk, hogy, hogy egyértelműen megerősíti a Szentlélek, hogy az Úr nem fog elfeledkezni Dáviddal való szövetségről, ezért mi se feledkezzünk el Dáviddal való királyjal kötött szövetségről. Ez nem politika, nem politikai szionizmus kategóriájába tartozik, még, annak ellen, még akkor sem, hogyha ezzel kapcsolatosan vannak politikai programok, de nekünk elsősorban a spirituális alapját kell megnézni, amely például a Zsoltárok, tehát a 89. Zsoltárnak, a 36. 37. verszakát szeretném ezzel kapcsolatosan felolvasni, hogy azt mondja az úr, hogy megesküdtem egyszer az én szentségemre, vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Az ő magva örökké megmarad, az ő királyi széke olyan előtte, mint a nap. Megáll örökké, mind a holt, és bizonyos, mind a felhőben levő bizonyság. Tehát Isten azt mondja, hogy megesküdött a Dáviddal e, e, kötött e, szövetségkor, hogy az ő magva, tehát a mesiásra vonatkozik, a Krisztusra vonatkozik, ha annyit jelent, hogy fölkent, hogy az magva örökké megmarad, tehát ebben van a föltámadás, uralkodása és a királyi széke, tehát a trónra vonatkozik, hogy előtte megáll, mint a nap, tehát hogy ez a, dics a nap pedig a dicsőséget jelképezi. A egy másik új szövetség ígét is szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni, mert két bizonyság meg megáll a zsidókhoz ít levő első fejezetében, amikor is az úr, Szelleme összehasonlítja az angyalokkal a názeti Jézus Krisztust. Mert az újszövetség ugye arról tesz tanúságot, hogy a Dávidnak a magja, a Názeti Jézus Krisztus, ő az a király, aki uralkodni fog az egész világ fölött, illetve a, 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 a Izrael fölött. Tehát zsidókhoz levél első vers, fejezetének 8. és a 9. felszaka, tehát előtte ugye, ugye az angyalokkal hasonlítja össze, hogy miért nagyobb Jézus Krisztus az angyaloknál. Az egyik nagy bizonyítéka a, a nagyságának az 8. versszakban, Ám de a fiúról így szól, tehát egyértelműen, hogy nem az atyára vonatkoztatja ezt a kijelentést, a Szentlélek, hanem a fiúról beszél. A fiúról, tehát a názati Jézus Krisztusról tesz tanúságot, hogy a te királyi széket, tehát Dávidnak a trónja, ó Isten, ráadásul a fiút Istennek nevezi, örökkön, örökké megállt, tehát az igazságnak a pálcája, tehát ahogy kormányozni fog a pálca, a, 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 sébet, ez a jogar jelenti, ugye a hatalomnak a jelképe ez, hogy ez ezzel fogja a, a, az uralkodását, tehát a királyságát irányítani, igazgatni, tehát ez tartalmaz a nyolcadik vers. Nem nehéz elképzelni, hogy ez nem a földön fog megvalósulni, hát egyértelmű, hogy ez egy földi királyságra vonatkozik, és azt is elmondja, hogy miért nyerte meg a názati Jézus Krisztus a királyi hatalmat. Jézus ugye földemadás után bejelentette, hogy nékem adatot minden hatalom menjen is a földön. Egy másik kijelentés Jézusnak a megdicsőüléséről úgy szól, hogy megkoronázta dicsőséggel és tisztességgel, urrá tette a kezei munkája fölött. Hát miért hagyjuk ki a földet? Miért hagyjuk ki Izraelt? Miért hagyjuk ki a nemzeteket? Tehát úrrá tette Jézust a kezei munkája fölött. És miért? Mi az oka annak, hogy ezt a király, maga a királyi tisztségében meg lett erősítve, és a királysága öröké lett? Annyi 9. verszakban találjuk meg erre a választ, hogy szereted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, illetve az eredeti kifejezés az a törvénytelenséget jelenti, tehát a törvénytelenséget gyűlölte, gy 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 és éppen ezért fölkente Isten, tehát királyá kente fönn, és a társait fölé, tehát a kirá az angyalok fölött áll, így is nyilván a teremtett világ fölött áll, és ő a király. És ez rendkívül fontos kijelentés Istennek az ig igazságával kapcsolatosan. Tehát a tanítványok ezért le volt az a kérdés, amit föltettek, hogy most teszed ezt meg? A válasz az, hogy tehát nem most, hanem majd eljön erre a kijelölt idő. És meg vagyunk róla a győződve, az ószövetségi proféciák alapján elsősorban, hogy ez a kijelölt idő a visszövetele után fog aktuálisá lenni, a, a visszajövetel után, vagyis a visszajövetelének egyik nagyon fontos célja, hogy a földi királyságát fölállítsa. Most nézzük meg, hogy az apostolok beszéltek-e erről. Hát ugye itt már az első fejezetben egyértelműen látható, hogy az apostolok hittek a földi királyságban. Ha nem hittek volna, ez a kérdés nem hangzott volna el a szájukból. Szájuk de azért tették fel ezt a kérdést, mert hittek a látható királyságba, és Jézus Krisztus nem száforta a látható királyságnak az eljövetelét, hanem megerősítette. Az egyik legfantasztikusabb rész az Izraelre vonatkozóan, és egyben maga az egész bonyolultságát is böltárja. A pálapostól a rómaiakhoz írt levélben három fejezet, a 9., 10., és a 11. fejezet. Most természetesen részletesen nincs időm, hogy ezt a három fejezetet versről versre elemezzük, de a lényegét hadd mondjam, hadd foglaljam össze. Tehát a 9. fejezet, és egyértelműen látjátok, hogy itt a fő téma Izrael. Így kezdődik a kilencedik fejezet is, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelenül az én szívemnek a fájdalma, és kívánja az apostol, hogy bár csak átok lenne az ő atya csak hogy az a testvérei, testvérei lennének benne a királyságba. No. Tehát ezért, mert akkor már, ugye, amikor ezt írta ezt a levelet Pálapostól, óriási nagy kérdés volt, és soha nagyon nagy feszültséget is váltott ki ez a kérdés az apostoli egyházban. Tehát itt a 9. fejezetben elsősorban Pálapostól üvtörténettel foglalkozik, hogy mi az üvtörténetnek az alapelve. Ezt és mi ebben az üfterben a zsidóságnak a szerepe. És ez a szerep aktuális-e, lejárt-e, vagy nem járt le. És nem véletlenül, hogy ebben a, törté, ebben a fejezetben Pál apostolnak a fő üzenete az Istennek a, a, a hogy Isten a kiválasztást teljesen szuverén alapon hozza létre, és kiválasztás alapján dönt, ami nem függ sohasem a teremtményektől, és utána sem függ a teremtményektől, és ezért ezt messze menőkig figyelembe kell venni, hogyha meg akarjuk érteni az Istennek, az Ő történelmének az alapelvét. Tehát ami az Istennek a szuverénitásán, szabadságán alapul, hogy szabad a teremtményeitől, szabad Izraeltől, szabad minden mindentől, tehát ő ö, azt csinál, amit akar. És itt a kulcs kielentés a 15. és a 16. versszakban van, hogy mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek, annak okáért, tehát nem azért, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát, tehát a lényeg az, miért beszél erről Pálapostól, az Isten szuverenitásától. Hogy kit rendel Isten például a irgalomedénynek, kit rendel a, a, a haragedénynek, és ugye ezzel kapcsolatosan hozza föl a példákat, hogy hogy történt a kiválasztása az egyiptomi fáraónak, és uh, például Jákobnak, Ézsaunak, tehát ezek mind az Istenek a szuverén akaratát demonstrálják. Hogy ezt az ember uh, uh, nem tudja meghatározni, nem tudja kierőszakolni, ezek a döntések nem mi szinten, uh, természetes szinten zajlanak, hanem fönt a mennyekben. Mint ahogy Ábrahám esetében is, Izsákban neveztetik az ő magja, bármennyire is szerette Izmaelt, nem tudta behozni Izmaelt, Izsák mellé el kellett küldeni a házából. Ugyanezt látjuk a Jákob, a Rebeka házasságában, bárminnyire is szerette Izsák Ézsaut, nem tudta abba az üftörténeti szerepet tisztségbe helyezni, amivel akarta volna, mert nem ő a választó, aki választ, aki hozza a végzéseket, hanem fölöttünk áll a legmagasabb természet fölötti szinten hozzák ezt a döntést. És ez a mai napig is igaz. És legtöbb lázadás ezzel kapcsolatosan áll összefüggésben, hogy az emberek nem tisztelik sokan Istennek a szüverenitását, és főleg ezek a problémák belül jönnek létre, hogy Ószövetség Izraelen belül is létrejött, például a Dávid királyjal kapcsolatosan is létrejött, mert Saul nem akarta elfogadni Istenek a választását, szuverenitását, és utána is látjuk a Dávidnak az élettörténetében. A profétáknak a tragédiája ezzel össze áll összefüggésben, hogy szintén nem fogadta el Izrael az Istenek a szuverenitását a proféták kiválasztásával kapcsolatosan. És így van ez az egyházban is, hogy nagyon sokan Istentől kiválasztott apostolokat, Pásztorokat, profétákat, tanítókat nem hajlandóak elfogadni, nem tisztelik az Isten szuverén akaratát, hanem teljesen természetes földi szinten látják az egyháznak a szerepét, működését, struktúráját, fölépítését, szolgálatát és ezek mind tragédiához és ítélethez vezetnek, azok, mint ahogy azt látjuk az Ószövetségben is. Tehát nagyon-nagyon megszívlendő a 9. fejezetben található nagyon fontos kijelentések. És a 9. fejezetnek a vége azzal fejeződik be, hogy Isten igazolja az, hogy kegyellem által az ő ingyen ajándékai alapján történik a választás, és eleve már Isten elhatározta, hogy letesz Sionban egy botráskövét, vagy a botránkozásnak a kövét, és, és ez pedig azt jelenti, hogy Izraelt megpróbálja, hogy az igazságot hitből keresi -e, vagy a törvény cselekedeteiből. És ezért, mivel hogy nem hitből kereste az igazságot, ez már a következő fejezet, hanem a törvény cselekedeteiből, ezért megütközött a Sionba elhelyezett kősziklába, és megbotlott Izrael. Tehát ezt tartalmazza a 9. fejezet, és ez a, a, a lényeges üzenete. A 10. fejezetnek a lényeges üzenete szintén azzal kezdődik, és egyértelművé válik pálapostól hogy, ról, hogy a népét, Izraelt szereti. Így fejez, kezdi az első verszakot a, szerke, a Biblia szerkesztésében, mert ugye ez meg, a számok miatt meg van szerkesztve a Biblia. Atyámfiai, szívem szerint kívánom, az Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Itt álljunk meg, hogy könyörgöm Ist Izrael üdvösségét. Ha erre odafigyeltek volna, akkor soha nem tagadták volna Izraelnek, mint nemzeti közösségnek az üdvösségét. Ha a Pálapostól azon a, a, a meggyőződéssel lett volna, hogy végleg lekerült Izrael, az Istenek az üvtervéből, és a jövőben nincs neki semmi szerepe, akkor el lehet azt képzelni, hogy egy ilyen szellemi óriás imádkozik olyanért, amely ellentétes Isten akaratával. Szó sincs erről. Illetve Spálapostól hit abban, hogy lesz Izraelnek üdvössége, és ezért imádkozott. Az ő fájdalma az volt, hogy nem az ő életében látja ezt meg hanem majd egy távoli jövőben fog ez megvalósulni. De ő hit az Izraelnek látható királyságában. Másképp elképzelhetetlen, hogy ilyen is, felkészült Isten embere, aki ilyen ismerettel rendelkezik az Úrról, és ilyen közössége van a Szentlélekkel, az Úr Jézus Krisztussal, hogy olyan ér imádkozik, amely ellentétes lenne Isten akaratával. Ez lehetetlenség. Tehát ezért eleve, csak ez az egy verszak is bizonyítja azt, hogy a pálapostól, apostól hit az igazságban. De mi a tizedik fejezetnek a fő témája? Az igazság. És kétféle igazságról beszél itt pálapostól. Isten igazságáról, és a zsidóknak az önigazságukról, amely a törvényre alapul, a törvény cselekedeteire alapul. És a pálapostól megmagyarázza, hogy miért botlott meg Izrael. Azért, mert az Isten igazságával szemben a saját igazságokat akarták érvényesíteni, vagyis a törvény cselekedetei által kívánták az igazságot megnyerni, és azt gondolták, hogy ez megnyerhető. Holott az Istennek az igazsága az ingyen ajándéka, Isten nem lehet megszerezni cselekedek által, mert az Isten igazsága az a Názati Jézus Krisztus föltámadásában jelent meg, azok számára, akik hisznek a názati Jézus halálában és föltámadásában. Mert az igazság szolgáltat, az igazság melletti pecsétje. Tehát az, hogy Jézus igaz, az a, az a föltámadás igazolta. Amikor hatájon kívül helyezte föltámadás által Isten az emberi bíróságoknak a halálos ítéletét názati Jézus Krisztusra vonatkozóan és ez által bebizonyosodott, hogy az Istennek az igazsága az nem más, mint a názati Jézus Krisztus. Mit mond Jézus magáról? Hogy én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Tehát éppen ezért az igazságnak a megismerése, nem a törvénycselekedete által történik, hanem hit által. És ennek a eredménye, a megigazulás is nem a törvénycselekedete által történik, hanem a, 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 a Isten tulajdonítja ingyen, kegyelem ajándék által, hit, hit által azoknak, akik a Názati Jézus Krisztust hisz, hisznek. Tehát éppen és ezért a tizedik fejezet, tehát ezzel foglalkozik, hogy ez az isteni igazság nem cselekedeteket jelenti elsősorban, tehát maga, hogy megjelent, és hogyan lehet részesülni belőle, hogyan tulajdonítja Isten az ember által, nem lehet ezt megszerezni, hanem ez ingyen ajándék. Ezért hirdetni kell ezt az isteni igazságot, mert az isteni igazság úgy, hogy jön be az ember életébe, hogy tud részesedni a megazulásból, az, hogy hirdetik neki a Krisztusról szóló igazságot, a Krisztusnak az igazságát, ő hallgatja, befogadja a szívébe, és így jön a hit. És ez a hit által pedig az Isten a názati Jézus Krisztus igazságát neki tulajdonítja és ezért beszél a rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében az ige hirdetésnek a fontosságáról, és úgy, hogy az egész világ méretekben az el fog terjedni, és az egyik a legfontosabb emberi tevékenység a názati Jézus Krisztus igazságának a hirdetése. És a, fejezetnek a végén pedig, ha hangsúlyt ez Pálapostól arra, hogy, hogy az Isten eh, 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 igazságába vetett hit által nagyon sokan meg fognak, sokan üdvözölni fognak, és ebben a korszakban is az úr eh, hívja Izraelt, de nap, ezen a napon ugye ezzel fejeződik be, a nép engedetlen és ellentmond a hívásnak. Tehát ez az, ami fájlal Pálapostól, hogy a nemzetek evangelizálása ideje alatt, amikor nagyon sokan üdvözülnek és belépnek az Istenek a jelenlétébe az Úr kegyelmi ajándéka által. Az Úr továbbra is, mint a Izajás profétát idézi itt Pálapostól, talán fel is olvasom a végét, hogy ez érvényes a jelen időben is, hogy Izraelről pedig ezt mondja, de előtte még a 20. verszakot is felolvasom. Izraelás pedig bátorságon ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Miről beszél itt? Hogy nem cselekedtek semmit sem, tehát nem ismerték a törvényt, nem, csele nem eh, tartották be a törvényt, ennek ellenére az Úrnak ingyen kegyelmi ajándékából megismerték Jézust megváltójuknak, szabadítójuknak. Ezzel szemben Izraelnek meg azt mondja a Szent Élek, hogy egész napon mi ez, az üdvösségnek a napjára vonatkozik, tehát a nemzetek evangelizálások idején, a, amit Szent korszaknak is mondunk, hogy kiterjesztem a kezeimet, tehát ez hívás jelent, hogy hívja Izraelt Isten mai napon is, de ezen a, ebben a korszakban még az a Izrael enge, engedetlen lesz és ellentmond a hívásnak, tehát nem engedelmeskedik a hívásnak. Tehát ez a 10. fejezetnek a lényege. A tetőpont jön a 11. fejezetében, tehát igazából a 11. fejezetet a 9. és a 10. vers fejezetben található kielentésekből lehet igazából megérteni. Tehát akkor... Ha az üvtörténelemben Isten szuverén alapon alap, dönt, kegyelem alapján ö, ö, választ, a, ha az üdvösségnek a napján, vagy az üdvösség időszakában, ami a nemzetek evangelizálása, Izrael ellentmond, engedetlen, akkor jogos a kérdés, elvetette Isten Izraelt? ami alatt azt is kell érteni, elvetette számukra ígért látható királyságot, elveszítették a Dávid királlyal kötött szövetségben kielentett ígéreteket. Tehát ezek nem üres szavak, az elvetés, hanem az, hogy az ószövetségi ígéretek, akár amit Ábrahámnak adott Isten, akár amit a törvény tartalmaz, vagy amit a profétákon keresztül jelentett ki Isten, vagy amit a Dáviddal kötött szövetségben jelentett ki Isten, ar arra való jogosultságát Izrael elveszítette véglegesen? Tehát ez a, jelenti az elvetés kérdése. A válasz Pálapostolnak távol legyen. Mert én is izraelita vagyok, Ábraham magvából, nemzetségén való, tehát, és akkor második verszakban megerősíti, nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert. Na most ezt tehát nem csak új szövetségi értelembe kell értelmezni, hanem a mesiási proféciák értelmében is, tehát azt jelenti, hogy továbbra is aktuális Izraelnek a látható királyságára, a, mesiás látható királyságára vonatkozó e, ígéretek. Tehát ez nem veszítette el az érvényét. Mert mindig a tartalmat az előző, e, e, előző írásokban található kijelentések adják. És ezért az új szövetséget mindig úgy kell olvasni, hogy nem csak önmagában, mert akkor értjük meg igazán a tartalmát, ha oda vonatkozó ószövetségi proféciákat azonnal figyelembe vesszük. Akkor hullik le a elménkről a pikkely, és ébredünk fel szellemben, értelemben, és értjük meg Istennek a gondolkozását és tervét. Tehát Izraelt nem vetette el Isten, Eh, ahogy ezt, eh, megvannak az előképei, itt Izraelnek az asszíriai fogság előtti időszakát említi az illés korát eh, Pálapostól, amely egyértelműen paradigma, a 7000 ember, hogy nem a hajolt le ba a Bálám előtt, ez, pardon, a, ba a Baál előtt, eh, ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy Istennek az elhívása és egyben még egy olyan fontos dolgot hoz be itt, a kegyelem által való döntése, végzése és választása. A választása, hívása. Hogy ezért mondja Pálapostól egy más itt ebben a fejezetben, hogy most is van, most is van e, kegyelem alapján álló hívása vagy választása. Tehát azt jelenti, hogy most is a, a, a zsidó embereknek közül kiválaszt Isten embereket, azért, mert a folytonosságot akarja demonstrálni ezzel Isten, ötödik verszakban hogy ekképpen ezért most is van maradék kegyelemből való választás szerint, tehát a kegyelem alapján történő választás szerint most is van maradék, tehát a folytonosságra hívja le a figyelmet, amely összeköti a, a ez a maradék az Ószövetségi Izraelt, azzal az eszkatológikus Izrael-lel, akik számára Isten helyreállítja az Istennek a, a királyságát, illetve a mesiásnak a királyságát. Dicsőség Istennek. És ez e, 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 azzal e, 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 foglalkozik részletesebben Pálapostól a 11. fejezetben, hogy először is miért botlottak meg, itt egyértelművé teszi újra, a hitetlenség miatt, tehát, hogy Istenek az igazságát nem ismerték fel a názati Jézus Krisztusban, hanem a törvény cselekedetei által keresték, és ez hitetlenség, ez okozta a megbatlásukat. De, és így kitörettek a szelid olajfájukból, de azt mondja Pál apostol, hogy ez is a világ számára a megbékélés jelentette, mert ha ez nem történt volna meg, akkor az Istennel való megbékélés, meg az üzenete, evangéliuma nem lett volna esetleg ismert a nemzetek között, és a nemzetek evangelizálására nem került volna sor, hanem egy más program indult volna el, nyilvánvalóan. De így ez ben volt nyilván az Isten örökké való tervében, az egyháznak, a, a ekléziájának a létrehozása, és ezért szükséges volt az, hogy egy botláskövét tegyen le Sionba, Sionba amely a hitetlenség miatt egy törésvonalat hoz létre a történelmi zsidóságnak, Izraelnek az életébe. De Isten világosá tette, illetve a Szent Élek a Pálapostolon keresztül, hogy nem fognak megmaradni a hitetlenségükbe és amikor visszatérnek a hithez, tehát hogy a Istennek az igazságát hittel fogják megragadni, a visszaültetnek a szelid alajfába, és ez a szelid való visszaültetés vajon mit jelent? Pontosan a látható királyságot jelenti. Hogyan a látható királyságnak minden javait, minden áldásait, spirituális, természetes, társadalmi, nemzeti, anyagi áldásait is fogják élvezni, és be fog teljesedni az Istennek az ígérete, Ábrahámnak adott ígéretei, mind az életükben. És utána, mivel fejezi be a, a 11. fejezet, hogy Isten tudatosan minden bűn alá. Rendelt alá a nemzeteket és zsidóságot is, hogy senkinek ne legyen oka kérkedni az Istennek a jelenlétébe, hanem mindenki az ő kegyelmének a dicsőségét magasztalja. És ezért csodálkozik, csodálja Pálapostól Istennek a bölcsességét, tudományát, hatalmát. És ha ezt visszatérünk az apostoli egyházba, az Abcsel 15-ben, ez teljes mértékben, amit itt találunk, Megerősíti az Abcsel 15-ben, található, itt a menetrendet sorolta föl Jakab, tehát ő is egy bizonyíték erre. A, a, a 15. fejezet, 14. versz a Előzmény a vita volt. És e, e, itt tartalmazza pontosan az, hogy mi lett volna az, hogyha a nemzetek evangelizálása nem indult volna el, akkor igazuk lett volna, az a ortodox zsidóknak, akik azt mondták, hogy csak akkor nyernek üdvösséget a pogányok, hogyha betérnek, prozeliták lesznek, és idokká válnak akkor igazuk lett volna, csak ilyen módon árad volna ki a kegyelem a nemzetekre És Ilyen módon nem lett volna egy, egy ilyen joguság az Isten királyságába, hogy az ígéreteknek ugyanolyan jogú örököse a nemzetek, mint a zsidóság. Ez az Isten bölcsessége. És ugye ezt na, nagyon okosan megértették a, 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 a apostolok is, meg természetesen a, a az ortodoxok is, a farizeusok hátteréből jövők, akik ugye féltették, hogy az Izrael el fogja veszíteni az ő különleges szerepét, ami volt az Ószövetségben, ezért ragaszkodtak a körülmetéléshez, ami nyilvánvalóan törvénynek való alárendelés jelentette volna. És természetesen, ha a pogányok megtartották volna, a törvénynek a rendelkezéseit, akkor természetesen összhangba tudták volna hozni az Úr Jézus Kisztusnak a kegyelmét és a törvénynek való engedelmességet. De ez nem könnyű feladat lett volna. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz korszak jött volna a nemzetek számára, szinte nehezebb, mint a zsidóság számára. Isten ezért megértette, vagy kijelentést adott az apostoloknak, hogy nem kell e, alámerítkezni, illetve pontosabban körülmetélkedni e, a pogány háttérből jövő hívőknek, akik, újra mondom, Istennek az igazságát hit által fogadják el a názati Jézus Krisztus engesztelő áldozatában és föltámadásában. És hit által ad nekik Isten kegyelmet, és tisztítja meg a szívüket, és szabadítja meg őket a bűnnek a hatalmából, és viszi be őket az Istennek a királyságába. Tehát ez a két tábor ütközött egymással. Hogy lett lezárva ez a vita? Na, úgy, hogy Jakab fölállt, és fölolvasta, elmondta, nyilván kapott egy kijelentést vitában, a, az Isten ősz tervének a menetrendjét felolvasta, elmondta, és így szól a menetrend. 11. versza. Simeon elbeszél, tehát Jakab utal, akkor 13-at is felolvasom, Jakab mondván, atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg engem, Simeon elbeszéli, mi módon gondoskodott először Isten a nemzetek közül vegyen népet az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták mondásai. Itt álljunk meg. Tehát Pálapostól elmondta előtte a missziós útjának az eredményét, hogy a pogányok elfogadják Jézust megváltójuknak, szabadítójuknak, és rájuk árrasza Jézus a Szent Szellemet, és, és bekapcsolódnak a názati Jézus Krisztusnak az apostoli egyházába. Tehát ez az, hogy az első program tehát, amit Jézus ugye a, a egy 1.8-ban mondott, hogy vesztek erőt, lesznek nékem tanúim, tehát, hogy ennek a következménye, eredménye, hogy a nemzetek közül Isten az ő nevének vesz népet. Ez az egyház korszaka. Az egyház erről szól. Hogy különböző nemzetek közül hív ki Isten embereket, és a nevében megkeresztelkednek, nevében megszentelődnek, bűnbocsánatot nyernek, szent vesznek, és a nevében élnek, és a neve a dicsőségét szolgálják. Utána, a 16. versszakban, ezek után megtérek és a Dávidnak a leomlott sátorát. Itt az eredetiben, visszatérés van, ez kulcsfogalom, azért ha hangsúlyozom, hogy visszatérésről van szó, hogy visszatér az úr, hová? Dávidhoz, Dávid leomlott sátorátnak a felépítése egyértelműen Természetesen lehet ezt dicséretre is vonatkoztatni, de itt most az üvster történelem a, Ugyanis még egy utalást szeretnék tenni a 9., 10. és a 11. fejezetre. Sokszor a hívőktől hallom, hogy Isten ajándékai megbánhatatlanok. De ezt üftervi viszonyban mondja itt Isten igéje, ezért nem feltétlenül szubjektíven, személyesen mindenkire érvényes. Tehát, hogyha valakit az Úr elhívés bűnbe esik, ez nem azt jelenti, hogy nem veszítheti el az elhívását, de elveszítheti de a 9., 10. és a 11. fejezet az ő történelemnek az igazságára foglalkozik, annak az értelmezésével foglalkozik Pálapostól, és Izraelre vonatkoztatja, hogy az Izraelnek a lázadása, engedetlensége, vagy akár a Dávid királyának a leszármazottainak a engedetlensége az ígéreteket nem teszi érvénytelenné. Tehát ez az elsődleges tartalma, ezért nagyon fontos az igének a helyes magyarázata és értelmezése mert igenis a, a látjuk, hogy igen, el lehet veszíteni egyéni szinten az úrnak az elhívását, az úrnak az ajándékát, tehát ez nem erre vonatkozik az a kijelentés, hanem az Izraelnek a helyreállítására, hogy az ő történeti szerepe az örökké lett eldöntve, az Istennél is ezt a végzést és is Isten nem változtatta meg, még akkor sem, hogy Izrael ellen, ellentmondott és megszegte az Istenel való szövetségét. Akkor is érvényben van. Ez a döntése végzése, és ráadásul be is fog ez teljesít, teljesedni maradéktalanul. Tehát itt eh, erre ura, ura, vonatkozik, hogy vége lesz a elvetélésnek, vagy a részleges, a, részleges, megkeményedésnek az ideje Izraelben, mert a, a 11. fejezetnek egy, szintén egy fontos kijelentése, hogy Izrael megkeményedése részleges. Izrael megkeményedése időleges. És itt pedig a 15. illetve 16. verszakban azt mondja az Úr, hogy visszatérek hová? Izrael felé. És felépítem Dávidnak leomlott sátorát, annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt. Itt egyértelműen a királyságról van szó, hogy a királyságot helyreállítja Jézus Krisztus, mert ő rá vonatkozik, ő fogja a Dávid leomlott sátorát fölállítani, az Isten dicsőségét, Isten jelenlétét, és a királyságot, és a Dávid tronját ő fogja betölteni. És ez a, tehát a második szakasza a menetrendnek. Utána jön a harmadik, hogy megkeresse az emberek többi része az urat. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon érdekes kifejezés van az a, Héberben. A Héber kifejezést használ, itt a Biblia, itt Edomot használ. Edomnak a maradékára vonatkozik, és a, a zsidó hagyomány az Edomot a nyugati hatalomra, Itáliára, illetve a Római Birodalomra vonatkoztatta. Tehát itt a tizedik verszak nagyon rejtélyes kijelentést tartalmaz, hogy az Edomnak a maradéka meg fogja keresni az Urat, ami azt jelenti, Európára vonatkozik, hogy az, vagy a nyugati társadalmakra, hogy nagyon nagy csapásokban lesz a része, és a, a, nyugati társadalmaknak a maradéka, akik megmaradnak az ítéletek csapások után, fogja keresni az urat, és utána folytatja, hogy a nemzetek minnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Miért van kijelölve, kihangsúlyozva Edom? Ezt pedig a különböző proféciákból tudjuk megérteni, hogy a legnagyobb konfliktus az Antikrisztus és e, e, a Ma Izrael között fog létrejönni, és sajnálatos módon az Antikrisztussal a világot a nyugati civilizáció, kultúra, unió, és azt gondolom Egyesült Államok sem fog kimaradni ebből. Hát nem ajándékozóan, nem veri meg az emberiséget. És a globalizációnak végül is, annak ellenére, hogy átmenetileg vannak előnyei az egyházra keresztényekre vonatkozóan is, meg a nemzetekre vonatkozóan is, de óriási nagy csapást és csapdát, és bukást és összeomlást fog eredményezni az európai nemzetek számára. Vagy a nyugati nemzetek számára, és éppen ezért az Edomnak a maradékáról van érdekesképpen itt szó. Tehát be van helyezve, nem Ádámot mond, hanem Edomot. Majdnem ugyanaz, de mégse ugyanaz. És ezért az Edom ilyen módon egy profetikus fogalom. Tehát erre hívom fel a figyelmet, hogy nagyon fontos információ vannak, ez egy kódolva van, egy nagyon fontos információ, ezért is nagyon fontos imádkozni minden keresztények a nemzetért, hogy legyen maradéka, és a következő ezer esztendőben mesiás királyságában is nemzeti közösségként tudjon élni. De egy biztos, hogy el fogja veszíteni ezt a lehetőségét, ha az antikrisztust fogja imádni, és egy, egy emberként felveszik a, a, a jegyét, és, és e, e, szembe fognak állni Istennek a tervével. Tehát ezért adjon az Isten kegyelmet a nemzeteknek, és ez nagyon fontos közben járó szolgálatunknak a témája és a különösen a Kárpát-medencéi magyarságnak, meg minden nemzet közötti hívőknek ez a feladatuk, hogy közben járjanak a nemzetük jövőért. Mert a jövő Jézus Krisztus, és a látható királyságban találják meg a nemzetek az eddigi fönnállásuknak az értelmét, küzdelmének, harcuknak az értelmét, és egyetlen beteljesedést is, a boldogságot, jólétet minden szempontból, és az üdvösséget. Nézzünk meg még egy nagyon fontos kielentést, még maradunk a pálapostolnál. Tehát remélem, hogy egyre több embert sikerül meggyőznöm az, hogy ne el az Isten látható királyságát, mert igazából ebből lehet megérteni, hogy most milyen fontos időszakban élünk, milyen fontos években élünk most. Egy korintus belérkezét levél 15. fejezete, 22. és a 27. versakot fogom felolvasni. Ez is egy menetrendet kap tartalmaz. Itt Pálapostól sorolja föl a menetrendet. Ugye korintusiakhoz itt levélben sokféle problémát boncolgat és adrák kielentés választ pálapostól. Az egyik például az volt, hogy tagadták a föltámadást. Miért tagadták a föltámadást? Azért, mert gnosztikus befolyás alá kerültek a keresztények és azt hitték, hogy a fizikai testet, meg maga az anyagvilágot alattan alantasabb e, istenséget teremtették, tehát angyalok teremtették, ezért eleve rossz és nincs is értelme a fizikai test föltámadásának. És ugye Pálapostól ezt száfolja, hogy a, a fizikai föltámadás e, az a központi eseménye az Isten e, üdvözítő munkájának ahogy a názet Jézus Krisztus is fizikai testben támadott föl, és ráadásul abban a testben, amivel meg lett feszítve, az a test lett romolhatatlan és halhatatlan, ugyanígy kell az, a, a Feltámadásra nézni, és ez a legnagyobb reménységünk. Mert ahogy egy ember által jött be a világba a földre a halál, ugyanúgy egy ember által fog megtörténni a föltámadás. Az Isten a föltámadást a Názáti Jézus Kisztus által fogja megvalósítani. És ennek megvannak a szakaszai. És ezeket a szakaszokat sorolta fel. És erre szeretném felhívni a kedves nézőknek a figyelmét. 22. verszakot. Amiképpen Ádámban minnyáján meghalnak, azonképpen Krisztusban is minnyáján megelevenítetnek. Mindenki a maga rendje szerint. Tehát a rendje szerint. Tehát ezt erre mondtam, hogy sorrendben van meghatározva, megvan a föltámadás sorrendje meghatározva Isten által. Nézzük ezt a sorrendet. Az első. Az első zsenge a Krisztus. Tehát ez az első ö, ö, rendje a föltámadásnak, vagy szakasz a föltámadásnak. A Názati Jézus Krisztus föltámadása, valamint vele együtt Ószövetségi Szentek is föltámadtak. Tehát ez. Utána jön egy nagy szünet, egy korszak. Ez az a korszak, amiről beszéltünk, ez az egyház korszaka, az Evangélium hirdetése. Miről, mi, a köz, mi áll középpontjában? Jézus Krisztus föltámadása melletti tanúskodás. Itt mindenfélét hallani a, a kereszténységnek a szerepéről, hogy ilyen szociális, stb. Nagyon fontos, hogy karitatív és más, oktatás és más tevékenységet folytassunk, folytasson az egyház, de ha elfeledkezik a leglényegesebbről, akkor apostata egyház lesz belőle. A legfontosabb tevékenysége az igazi egyháznak, a názati Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetése, és tanúskodás Jézus Krisztus föltámadása mellett. Ez az, ami megáldja az embereket igazából, mert ebből származik az emberek számára az üdvösség reménysége, és a bűnbocsánat is. Tehát ezért ez, ha, ha, ha az első helyről kiszorul, akkor az egyház válságba fog kerülni. Tehát akár milyen sok tennivaló van, feladat van, ez a legfontosabb feladatunk. A názeti Jézus Krisztus föltámadásáról és nyilvánvalóan ezzel, ne, ezeknek a következményeiről nagyon fontos beszélni, hirdetni az igazságot. Következő szakasz. Azután, tehát az, a, a, a következő szakasz, aki Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Tehát a, ez fog bekövetkezni a jövőben, de ez a föltámadásnak a második szakasza, amikor is az Úr Jézus Krisztus eljön. Na most az eljövetellel kapcsolatosan fontos tudni, hogy meg lehet különböztetni két eljövetelt egyértelműen. Sokan próbálják összemosni, de rendkívül ellentmondásos lesz az eljövetelről szóló kinyilatkoztatás ugyanis az egyik eljövetelről egyértelműen azt mondja az úr, hogy titokban jön el, és ráadásul nem teszi le a lábát a földre, tehát nem fog megérkezni a földre, hanem csak a föld közeli atmoszférában, az ájárban fog megjelenni, és ott fog találkozni azokkal, akik ő benne haltak meg, illetve az élő szentekkel, akik egy szempillantás alatt átváltoznak a testük, romolhatatlan és halhatatlan teste. Ez egy pillanat alatt meg tud történni, mert hihetetlen nagy energia és erő fog lejönni a mennyből. A názati Jézus Krisztus ugye lejön az égig, de nem a földig fog eljönni, hanem a felhőkig, és ott az Istennek a ereje, energiája szó szerint kiszívja, magához szívja mindazokat az embereket, akik Krisztusban vannak kik vannak Krisztusban. Egyrészt ugye nyilván újjászületett, szent, kell betöltött emberek, de egy nagyon fontos kijelentés található a Galata 5-ben, akik a szenvedélyüket, romlott kívánságaikat, romlott szenvedélyeiket, illetve az indulataikat megfeszítették. Tehát akiket teljes mértékben az Úr uralma alatt tart. Ezért már most nagyon fontos, az Úr Jézus Krisztusnak az uralma alatt állnunk, hogy a testünk, lelkünk, szellemünk, a te tested, lelked, szellemed az Úr Jézus Krisztus uralma alatt álljon hogy tanulj meg úgy gondolkodni, ahogy ő gondolkodik, úgy érezni, ahogy ő érez, úgy cselekedni, ahogy ő, ő cselekszik, illetve megfelelőző akaratának, az állapotodnak belső lelki, szellemi, erkölcsi állapota, ennek mi a minősége megfeleljen az ő minőségével, erre törekszik egy igazi egyház, és tehát nem mindenkit ragad el az úr, tehát ezen a, ezen a, ebben az elragadtatásban való részvételnek a kulcs szava, a Krisztuséi, tehát egy, hogy, ö, a, olyan személyek, akik Krisztusnak a birtokában állnak. Tehát a gazda, az Úr, az Úr, és valóságosan Úr uralkodik ezek fölött, az emberek fölött, és az életük a cselekedetik Úrnak a hatalma alatt áll. Tehát, és ezek találkoznak a, a, a levegőben, ahogy a elkozít levélben, írja, is utána kezdődik el, ami a jelenések könyvében van, a mennyei mennyegző. És beszél még egy erről, amit nem lehet a kettővel, ez, az, az előzővel azonosítani, amikor a názati Jézus Krisztus a fölre érkezik meg, mert erről beszél az abcsel egyben, hogy amikor a Jézus 40. napon fölemeltetett az olajfák hegyéről a mennyekben, tanítványok néztek, utána nézték az egeket, és ez aggyal megjelent előttük, és azt mondták, ahogy láttátok elmenni, akképpen jön vissza, tehát egyértelművé teszi, hogy az olajfák hegyére fogja legelőször a lábát letenni, és ezt a Zakariás 14. fejezete pontosan meg, erősíti, hogy a földre való megérkezése az az olajfák hegyén fog megtörténni. És ráadásul annyira nyilvánvaló jelek fogják kísérni, hogy nem lesz rejtett az eljövetele, tehát az egyházért való eljövetele az rejtett lesz, az a feltámadásnak a következő soron következő szakasza az rejtett lesz, ezt gunyolták ugye az elmúlt években, filmeken keresztül is, hogy eltűnnek az emberek, stb. Akár gúnyolódnak, akár nem, Isten az ígéretét be fogja, valós, meg fogja valósítani. Nem érdemes foglalkozni, hogy hogy csupolják, hogy gunyolják az emberek Istennek az ígéretét, mert Isten mindenható, és meg fogja cselekedni azt, amit mondott. És tehát ez, ez fogja beteljesíteni. Utána nézzük meg, hogy tehát a, a, a következő menetrend jön újra egy korszak, hogy a, az úr eljövetele és a vég között is lesz egy korszak, mert ekközött között látjuk itt a 25. versakra vonatkozik mert addig kell neki uralkodni, tehát Krisztusnak a földi uralmára vonatkozik, míg nem ellenségeid mind lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. És amikor ez meg fog történni, ez egyébként a fehér trón előtt ítéletkor fog megtörténni, a következő korszaknak a végén, akkor kezdődik el a teljes beteljesedés, amikor Jézus Krisztus a birodalmát, egyértelműen, hogy van királysága, átadja az atyának, és e, ilyen módon e, elkezdődik az atyának a királysága, ami azt jelenti, hogy Isten lesz minden mindenben, és ez pedig az Új Ég, Új Földnek a korszakát fogja jelenteni. Tehát egyértelmű az, hogy, hogy itt is van egy olyan hármas menetrend, a korszak, ami a feltámadás alapján sorolja föl, mert a föltámadások a korszakváltó események, tehát ahogy a názáti Jézus Kisztus föltámadása elindította a kegyelmi korszakot, ugyanúgy az eljövetele el fogja indítani a messiási királyságot, és majd utána a messiási királyságnak a végén pedig a fehér trón előtti ítélet el fogja kezd indítani az atyának a királyságát, és erre a, ez lesz az örökké való korszak. Tehát ilyen módon az örökké való korszak és a mai korszak között lesz, közé lesz beiktatva a mesiásnak az uralma erről, ha egy percük van, de hát ezek szerint kell, hogy folytassam ezt a kijelentést, történetet, mert újra nagyon fontosnak tartom, hogy Istennek a reménysége uralkodjon mindannyiunk lelke fölött, mert ez a reménység nem szégyenít meg. Tehát nem igaz az, hogy utolsó képpen hal meg a reménység. Ez a reménység azért nem hal meg, mert van föltámadás és lesz feltámadás, és te is része leszel a feltámadásnak, illetve elragadtatásnak, ha továbbra is az urban maradsz. És ha még nem vagy az urban, akkor gyere az Úr Jézus Kisztushoz, meg teljes szívedből, és az urban éljél az ő dicsőségére. Hogy az Úrnak a kegyelmét, a dicsőségét meg tudjad látni a saját szemeddel. Isten áldjon meg benneteket, és töltsön be gazdagon a kegyelmével, áldásaival, és ő vigyázatok magatokra, és őrizem meg benneteket az Úr Jézus Krisztus az ő napjának a dicsőségére.